szakadol oda bent, aztán napról napra egy apró gond olyan nagyra nő, hogy át sem éred már. A Budapesti Játékszín készítette ezt az összefoglalót az egyik legnépszerűbb darabjáról, a Legény búcsúról. 2020-ban a nyíregyházi közönség is láthatta az előadást a Vidor Fesztivál két helyszínén. A nagy sikerre való tekintettel úgy döntött a Móricz Zsigmond Színház vezetése, hogy a következő színházi évadba is beépítik. Ennek egyik különlegessége, hogy a kaposvári Csíki Gergely és a Pécsi Nemzeti Színházzal együttműködésben készül el a darab. Mindig is fontosnak tartottam, hogy a nyíregyházi színház ne csak házon belül, hanem városon kívül is megmutassa magát minél többször. Az egyik elsőleges célpontunk természetesen Budapest, de Budapesten kívül is mindig kerestük a lehetőségeket. Kaptunk néhányszor fesztivál meghívásokat, de úgy gondoltam, hogy a kapacitásunk elbírna még több vidéki fellépést is. És mivel a Kaposvári Színházzal régóta egyeztetünk ennek kapcsán, és gazdaságilag is találtunk egy olyan lehetőséget, ami mindkettő, illetve a Pécsi Színházzal kiegészülve mindhárom színháznak nagyon előnyös lehet, ezért úgy gondoltuk, hogy belevágunk. Ez azt jelenti, hogy a nyíregyháziak pécsi és kaposvári színészeket is láthatnak a Móricz Zsigmond Színház pódiumán, a kaposváriak pedig tehetséges nyíregyházi művészeket láthatnak majd testközelből. Ez a fajta színészcsere csak Magyarországon újdonság. Ez egy nagyon bevett módszer külföldön, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég nagy tapasztalatunk van benne nekünk, akik a Zenész Színházban dolgozunk. A Zenész Színházban sokszor kettes-hármas szereposztásokban mennek az előadások, tehát például egy hármas szereposztás esetében lehet, hogy a 35. vagy a 40. alkalommal jön ki az a sor először, amiben éppen játszik az ember. Most tulajdonképpen hasonló lesz a helyzet, Sanyi színpadra állítja az én rendezésem alapján itt Nyíregyházan az előadást, majd később Kaposváron is, és ez úgymond csereszabatos lesz. De ez egy nagyon jó dolog, mert tényleg úgy kell elképzelni ennek az írását és a rendezését, mint hogyha egy ilyen kémiai laboratóriumban lenne az ember, és nagyon pontosan ki kell gondolni még azt is, hogy mikor tesz valaki arrébb egy poharat. A Vígjáték szerzője kiemelte, 2019-ben, amikor készült a darab, Nagy Sándor végigcsinálta vele a próba folyamatot, így pontosan ismeri az apró, de fontos momentumokat. Így ez egy replika rendezés lesz, vagyis minden pontosan ugyanúgy fog kinézni és megszólalni, mint ahogy először a játékszínben láthatta a közönség. Segítség lesz a rendező munkájában, hogy a nyíregyházi társulat szinte összes tagját ismeri, többükkel dolgozott is már együtt. Alapvetően olyan elvárásom, ami negatív hangot ütne meg, olyan nincsen. Én egy nagyon vidám és nagyon jókedvű próbaidőszakra számítok, és nyilván természetesen ugye a Karinti után szabadon a humorban nem ismerek tréfát, ezt én is nagyon szeretem. És azt gondolom, hogy egy vígjátékot néha, és nem akarom eltúlozni, de néha nehezebb játszani jól, mint egy drámát. Mert egy drámában sokkal nagyobb lehetőség van művészi szabadságban arra, hogy mondjuk egy szereplő vagy egy főszereplő úgy formálja a szerepet, ahogy szeretné. Egy vígjátékban a tempó az nagyon-nagyon fontos. Az, hogy a partnerek között milyen kémia van, az rettentően fontos. Az, hogyha valaki elkezd úgy csinálni, mintha, vagy elkezd vicceskedni, akkor az a vígjáték halála. Ezért a szereposztásra nagyon figyeltek. Az önfelett hangulatról többek között Gulyás Attila, Gulácsi Tamás, Nagyidai Gergő, Kosik Anita és Jenei Judit gondoskodik majd. Kedden el is kezdték a darab olvasó próbáit. Az elkészült, rekeszizmokat nem kímélő darab a 2021-2022-es évad nyitó előadása lesz. A tervek szerint augusztus végén már a Rózsakert szabadtéri színpadon láthatjuk a Legény búcsút a nyíregyházi színészek előadásában.